az lenne vagány, hogyha 24-én nyomnák, éjfélkor. Ez van akkor, amit a reserve. Felség ott a Skyrha. Nesze. Van az, az inkább az L volt, szerintem nem a H. Davaj, kurva, davaj, davaj. Davaj, masi! Oké, megkapjuk az új ézét, az a ruszki holód is. A ruszki holód? A daftéles PKO, valami. Sörétes soti. Ugye ezért. Klasszik konzervdob. A revolver soti az csak 10, az csak 20-as, nem 12-es. Amúgy. M4. Azért az egy új, egy új szkóp volt, az új Vortex. Lőd már le, lőd már le! Rangefinder. Mindenki látta a rangefindert? Aha. Jó félbe. Meg, hogy úgy töltötte újra a snipert. Vagy nem ADS-ed? Vagy hogy ADS-ed? Rangefinder. Ott volt egy, egy új mintatérgy is. Most már mindenkinek sokkal könnyebb lesz sniperezni és bezírózza. Beül, megtanulja, azt már Rangefinder nem is kell három körülhova. M720 Rangefinder, meneküljetek, szerintem az kurva jó az gyerek. Egy gepárdot kéne betenni a játék. Hopp, ott egy új gránát volt. Kettő új gránát. Szexkluzív. Aha. Az két új gránát volt. USP? A, az új izé, az új miatt tökön volt szerintem. Malfunction. Milyen végig nézzük lassítva? Ki milyen izét talál benne? Impact grenade volt gyerekek, impact grenade. Ez reserve? Vagy miatt tökön nem, nem, nem. Volt? Ja, vonat. Ugyanúgy, mint reserve-ben. Impact nade? Kétfajta gránát volt. Volt egy impact nade, az biztos. De ez, amit nem fogunk még látni. A maga a lighthouse részében nem fogunk még bejutni. Elmentőleg. Viszont, hogyha megnézed, ez jó messze van a domtól, tehát nem úgy van, mint shoreline. Ez jóval messze van, mint shoreline. Get ready for escape. Édesz közben is lehetett tölteni a sniper többi fegyvert is, igen? Csak nekem nem tűnt fel. Nem tudom, soha, amennyit nem sniper ezek a mondat. Két perc múlva jön a következő. Mi? Nem. Ez egy szennyvíztelep. És ezeken biztos, hogy fogtok tudni mászkálni. Szerintem ez, ez kurva jó. Ez így nyitok egy recordingot, jó? Just in case. Szóval... A szennyvíztelep egyébként kurva jó néz, és ez már ez egyébként baromi nagynak tűnik. ATV. Az kev, ahogy fekszik, ez biztos, hogy Illuminati. Sok. Nem az ilyen izé, ez a standard, hogy hívják a skev. Viszont, hogyha visszagörgetsz, hogy is... Itt van valami kis sopos rész, ezt a villát ezt tízelték, és ez amúgy kurva jól néz ki. Vagy van helikopternek, helikopter leszálló, azt hiszem az elég strigó. Ebbe nem fog tudni átmenni, ha jól emlékszem. A Scar L.
Ez egy aim point, de ez a sight biztos, hogy nincs benne a játékban, vagy... Ghost. Nem, várjátok, ez szerintem ez egy mikro T1, csak valami cucc van rajta, nem? Én szerintem itt valami üzenet van rajta ott ezen a táblán, ez tuti, tehát hogy azért van ott megvilágítva. Hát, welcome to Quiet Coast. Nokko... Pokucska vagy valami, tudom én miattak nem már ráírva. Nokko utca. Nokko utca. Mit jelent? Mire itt kibogarászod, engedd el szerintem, vagy... Ah, szülő csicskáknak tilos. Kráni. Nem az ödem. Gitár, csígó kihúzva az asztalon, by the way. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Oké. Okay. Ugye ez az új, ott az új szöpresszor, az a hexás, akármi, meg ez a... Itt a háttérben lehet van valami, ki tudja. Ott a háttérben mi az a híd? Az a híd, ami szerintem levágja amúgy Tarkovot az összes többi részről. Igen? Aha, mert ugye a lore alapján ugye körbe lett robbantva a város gyakorlatilag. Tehát, hogy ugye le van zárva teljesen. Ugye van szeparálva. Meg ez szerintem a Strádának tűnik, hogy valami hasonlónak. Ugye az új izé, új Bruski holó. Nem, ott két fegyvere volt emberünknek. Mi volt a hátadon te szemét? Hanyas vagy te disznó? Na, esvédé. És igen, igen, a hat levetős. De elég kemény izéje volt. Az 12, az nem 12-es, szerintem az 20-as. Ez biztos, hogy egy új szájt. Ez a... Az Airsofter buildekhez biztos, hogy lesz majd valami, ez tipikusan a legótvarabb ilyen konzervdot. Jó néz ki egyébként, tetszik. Van egy kis woodos beütése, van egy kis sorlányos beütése. Van reserve része. Ez mi ez a hosszú puska, akinek ott volt? HK417 gyerekek. HK. De amikor ott kereste a izét a ládába, volt egy valakinek egy kibaszott hosszú puska vállán? Az egy... Itt? Amikor a ládánál keresnek. Ez sima izé, Texas. Nem az, nem, még tovább. Az a baj, el van késve egy kicsit. Vágókép, még egy vágókép. És ott valami doboznál ott fog hajolni a gyerek. Itt. Ott M14 LBR. Az M14 LBR, igen. Gluhár szokott vele rohangálni. Kurva hosszú. Hát én a HK-nak örülök. 4-17. Schmittenbender. Schmittbender optika, nagyon jó. Üff! Dír. Revolver foci is. Ott volt valami új táska a gyereken, aki ott lőtt. Szerintem. Azt hiszem a Clogger csak OD-ban. Igen? Aha. Mert ez ilyen új táskának tűnik. A Clogger hasonló. Lehet, hogy új egyébként. De hogy a Clogger hasonló, hogy az a Klo valami. Ez hasonlónak tűnik. Nekem most ez az LK egy kicsit fura. A tus. Még lehet, hogy azért van rajta. A klasszika. Ott az új Vortex optika, gyerekek. There you go. Tessék. Vortex. Rangefinder. A Rangefinderre kíváncsi leszek, hogy ezt hogyan fogják megoldani egyébként, hogy az mint fegyverszlotba rakható item lesz, vagy hogy milyen szlotba lesz.
Hát lehet, hogy izé helyet használod. Ú, itt valakit megkupoltak egy K23-mal. SK-s, várjál, az SK-snél kíváncsi vagyok arra. Ez még biztos, hogy nem a dobtáros SK-s. Hold up. Nem, ez már az is modolt stock. Van ebben egy kis interchange is, úgy látom. Ja, van, minden van, minden. Hoppá. Itt volt a Star H, nem? Igen, meg a Suppressed UMP. Escape from Darko. Úgy érzem, hogy nem fogsz nagyon ikaruszozni, hogyha kijön a Darko most majd. Biztos nem fog ikaruszozni annyit. Max, hogyha kiégsz. Ezt a vibe-ot nagyon megnyom. Ez egy új irány, gyerekek. Ez egy totális új irány. Az is egy új gránát volt. Hoppá, itt két új gránátunk van. Ez egy impact nade. Van egy impact nade-ünk, van egy új valamilyen gránátunk, valami új VOG jellegű. Vagy lehet, hogy két impact nade, egy gránát, egy NATO-s, egy izés. Hopp, itt az új ball jam malfunction. Igen, azt mondom, hogy valami olyasmit láttam volna. OS UMP. Az az új pisztoly volt amúgy? Igen. Új 45-ös. Van meneg is reserve is. Ez amúgy itt ezen a pályán szkevek nem lesznek, vagy te? De, voltak, itt mutatod szkeveket. Szerintem itt raiderek nem nagyon lesznek amúgy. Vagy nem tudom, hogy milyen, mik lesznek a bosszok még, mert a bosszokról nem láttunk semmit. Ugye arról nem mutattak semmit. Lehet itt nem lesz. Viszont az egyedüli része, ami nekem kicsit, hát zavar, nem zavar, de magában a Lighthouse-ban nem fogunk bejutni. Még egy darabig. Tehát meg fogjuk kapni a apartment részét, és a Lighthouse-ba hogyan fogunk bejutni, ezt még nem tudják. Elméletileg. Szóval láttuk a Scala-t, láttuk a HK417-et, láttuk az USP-t, láttuk a Suppressed UMP-t. Csak hogy így a végére érünk a dolgoknak. Kíváncsi vagyok, milyen secret változtatások lesznek még, hogy mit tudom, kapom majd level 80-tól, vagy valami. Na, hát ez igazából engem igazából nem érdekel annyira. Szóval UMP Suppress, HK417, HK-USP, SCAR-L-t láttunk, ugye? Akkor voltak új optikák, két új gránát. Egy biztos, hogy impact. Vortex. Schmidt-Bender, meg volt egy pár új aimpoint is. Rangefinder. HK-15 tökéletes egyver lesz arra mapra, biztos vagyok benne egyébként. Illetve amiket még láthattunk, az... Mi volt még ezen felül? Szerintem kb. Ennyi. Ja, vonat. Lesz vonat. Vonat extract. Itt tippeltek, mekkora a map?
Hát... Én azt mondom, hogy Shoreline, legalább. Azt sem tudom, melyik a legnagyobb map amúgy. A Woods jelenleg. Hát lehet, be lehetnek a Shoreline meg a Woods közzé tenni, nem? Nekem olyan feelingem van, hogy valahol a Shoreline és a Woods között lesz. Nehogy itt azért el lehet menni egy ilyen apartmanba is, el lehet menni a vasútra is. Meg lesz külön kis sátortábor is, ahogy láttam. Sok a zöldes terület, meg sok a beépített terület is. Tehát ott azért azzal sem spóroltak. Ki lehet toldi rendesen a mapot, minek legyen akkor a kicsi. Itt azért bárki bárhogy fog engem megkövezni, itt azért nagyon keményen lehet meg kempelni. Kempelni, meg PvP-zni is, mert azért lesz mind a kettőre opció. Kérdés az, hogy hány PMC-t enged be, mert ezt viszont nem tudjuk. Meg lesz-e köteles extrakt, meg ilyenek. Jó. Gyerekek, ez érdekes lesz. Mindenképpen azt mondanám, hogy szerintem baromira érdekes lesz maga ez a map. Aztán... meglátjuk, én ezt a videót gyorsba feltöltöm, mit szóltok. Úristen, Shoreline reakció. Élő reakció videó. Te nincs kedved egy-két raidet menni? Tarki? Tirkit megjött a kedved Tirki tarkizni? Valamit lőnék. Nem tudom, hogy izé. Vagy két raid. Hát... mehetünk fény felőle majd. Várja. Nekem biztos, hogy frissíteni fog a tarkov. Szerintem az egy 10 perces móka. És hirtelen megjött a kedved, mi? Jó. Be interchange-re kéne menni, ha ott van minden bossa. Ah, faszom, interchange-re azért nem menjünk, mert beesik az összes frame rate-et konkrétan. Várj, nem is ez a jelszava. Ó, nem akar, csak play van. Akkor izé, akkor te jövő hét után, te izé vagy. Full szabad. Hát két ünnep között, igen. Smoke weed every day. Jop. Ez a telóban kellene, hogy jöjjön ez a... fuck it, majd feltöltöm a játék után.